Sétáltam egyet, Bakta Kéki és Abaúj szolnok között. Pótoltam az elavult és eltűnt turistajelzéseket, és gondoltam, csinálok egy rövid felvételt Bakta Kékről. Tehát aki Abaúj szolnok felől érkezik, és kiér a Bozótosból és az erdőből, az ezt látja maga előtt, amit most bemutatok. Ez az alsó része a falunak, ezt úgy hívják, hogy Bakta, a református templom uralja a környéket. Közben van egy szakasza a falunak, ami 1950 előtt senki földje volt, és azóta épült be, és végül a felső vége a falunak, amit eredetileg Szárazkéknek hívtak. Ez a rész a török dúlás után ruszinokkal lett betelepítve, és a reform, illetve a görögkatolikus templomuk látszik a faluban. Bakta Dél-Borsodról lett betelepítve, mert mind a két község elnéptelenedett, amiből 1950-ben Bakta Kék lett. A természetjárók, ha erre jönnek, itt, ahol most állok, ez az úgynevezett Kalmi tető, ami a környék legmagasabb pontja, 244 néhány méter magas. A túraútvonal itt visz lefelé a képen látható kerítés mellett. A sarokig eljutva meg kell célozni szembe lévő telep melletti víztornyot, és szántáson, vetésen keresztül kell menni egy 200 métert. Hogy ennek mi lesz a sorsa, nem tudni, mert valamikor itt földút volt. A privatizáció során kilettek mérve a földek, az útat felszántották, a túraútvonal pedig maradt ott. Tehát aki erre jár, az esetleg tapos magának utat, de hogy a tulajdonos esetleg mit fog hozzá szólni, azt nem tudni. A Természetbarát Szövetség figyelmébe ajánlanám ezt a dolgot. A víztorony mellett elhaladva, ott lent középen látni egy útszakasz, azon a bekötő úton érjük el a falut, és jobbra kanyarodva van először a Arany János utca, utána pedig a Kossuth utca, ami a görögkatolikus templomhoz vezet föl, és arra van felfestve a kék jelzés is, de onnan be kell jönni körülbelül 200 métert a kép közepén látható kék tetejű épületig, az egy új boltkocsma, ahol a túrabélyegző található. Ha valaki nem akar végigjönni a falun, akkor visszamegy a Kossuth utcáig, és középen látható a temetőnek a sarka, a nagyobb tábla és a kis parcellák között visz egy út fölfelé, közben van egy akácos gödör, a szőlőhegy, és annak a sarkán látható a vízmű telep, ott kell elkanyarodni balra Fancsál felé. Ha valaki kíváncsi a falura és végigjön, akkor itt a református templomtól jobbra a temető mellett lévő egyenes út, ami a vízműhöz vezet, azon fölmegy és újra megtalálja a kék túrajelzést. Ha érdeklődik valaki, hogy hol a túrajelzés, az ne azt kérdezze, hogy a kék jelzés merre van, mert azt nem biztos, hogy meg fogják tudni mondani. Legfeljebb elküldik hozzám, hogy van itt a faluban egy ember, aki ezeket tudja, hanem a vízmű telepet kell kérdezni, és akkor azt inkább tudják, hogy hol van, és arra felé lehet tovább folytatni az utat. Még egyszer, a falu végén található az iskola központ, a körzeti iskola, óvoda, és egy szép-szép hosszú falu tárul a túrázó szeme elé, hogyha itt körülnéz, egészen itt van fenn a vége. Itt, amit most látunk, ez régen egy 450 férőes hízomarha telep volt, most nem is tudom, hűtőház vagy valami lett alakítva, de nem működik benne semmi. És fönn pedig egy egykori 100 férőhelyes magtárpadlásos tehénistálló
romjai látszanak. Na, még talán érdekes, nem tudom mennyire lehet lesz látni a felvételen, a közeli dombokon fölött a háttérben látható a Zempléni hegység vonulata. Ez, ami most ott látszik, az az Arkai Magoska, tőle balra található a Borsóhegy és más ilyen kiemelkedései a Zempléni hegységnek. Az ismerős a Borsóhegyi katasztrófa, ahol a szlovák repülőgép lezuhant. Hát jó túrázást kívánok!